A döntő MVP-je, ez egyfajta elégtétel is számodra? Közben vezet a Fradi, bocsánat! Jó van!22 évnyi várakozást követően örülhetett újra bajnoki címnek a Fradi Jégkorong csapata. Az Erste Liga győzelmet a Grupama arénában is megünnepelte a gárda, méghozzá mintegy 9600 fradista előtt. Nem is csoda, hogy ezt követően a pályaszélén alig találták a szavakat a főszereplők. Elképesztő, hát érdemes ezeket a képeket nézni, iszonyat. Erre mondtuk azt, hogy nem csak hogy Erste Ligát nyertünk, de a Fradiba nyertünk Erste Ligát, ez egy teljesen más dimenzió, óriási. Hát érdemes nézni a srácokat is, minket is, nézőket is, óriási. Igazából kicsit a visszatérünk, nem is rossz ez egy kezdő edzőtől, nem? Hát igen, ennél többet nem kívánhat valaki. Nagyon örülök, hogy összejött elsőre, de hát még egyszer mondom, annak örülünk a legjobban, hogy egy ilyen brigáddal, egy ilyen vezetőséggel, egy ilyen és egy ilyen klubban, hát tényleg szavak nincsenek, óriási. Nagyon jó, tényleg megteremtik a hangulatot itt a szurkolók. Örülünk nagyon, hogy egy ekkora családtagjai lehetünk, és tényleg megtisztelő érzés, hogy itt ma itt lehetünk. Tényleg most az alapoktól építettük újra ezt az egész Fradi Jégkorong szakosztályt, meg a felnőtt csapatát. Én úgy gondolom, hogy amit ebben az évben letett a csapat az asztalra, az egyértelműen a kemény munka, az elhivatottság és a profizmusnak az eredménye, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt egyből az első évben el tudtuk érni. Innen most már csak felfelé építkezünk. Ez valami eszméletlen volt, szóval végig futkosott a hideg a hátunkon, legalábbis nekem, de a többieknek is, ahogy itt most elmondták, úgyhogy rettenetesen boldogok vagyunk, és ezekért a pillanatokért dolgoztunk egész évben, hogy ezeket most átéljük. A bajnok csapat az alapszakaszban egy új ligarekordot is felállított, zsinórban 19 megnyert mérkőzéssel. Akkor páran tám még féltették a Fradit, mondván a rájátszás majd nehezebb lesz. Nos, a bajnokság záró szakaszában mindössze egy mérkőzést veszített a gárda, azt is a döntőben. Mindig a következő meccset akartuk megnyerni, és azt gondolom, hogy ez vitt minket előre. Meg az, hogy olyan öltöző jött össze, olyan szellemiségű srácok, akik tényleg a címerért küzdöttek meccsről meccsre, és ilyen csapatban van, tehát egy igazi csapat voltunk. Hát igen, ezen dolgoztunk nap, mint nap, hogy a következő feladatra koncentráltunk, nem próbáltunk nagyon előre nézni, mert akkor megbottunk. Következő feladatra koncentráltunk, és azt próbáltuk maximálisan elvégezni, hogy az a következő feladat az mindenki oda tegye magát, és azt a lehető legjobb tudásom szerint megcsinálni. Utólag elmondhatjuk, hogy ez elég jól sikerült a szezonban. A csapat siker mellett egyéni elismerésekben is részesült két FTC jégkorongozó. A szezon legjobb támadója Nagy Gergő lett, még a finálé legértékesebb játékosának Pavuk Attilát választották. Ez egy óriási visszaigazolás arról, hogy jó úton haladok a csapattársaknak, nagyon sokat köszönhetek, hisz tényleg ez egy csapatsport, mindenkire szükség van, de tényleg egy kicsit úgy érzem, hogy ez sorszerű volt azok után, amit a csíkszeredai szurkolóktól, a csíkszeredától kaptam. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős visszajelzés arra. Rögtön a finálé után valahol a jégszeren, nem is tudom melyik stáb beszélgetett veled, de te sem tudtad megfogalmazni azt, hogy egyfajta elégtételt érzel, talán valahogy úgy fogalmazod, hogy amit magyar pályán csináltál eddig, az sose volt jó. Most már el tudod mondani, hogy mire gondoltál? Hát azt gondolom, most nincs helye itt üzengetésnek, természetesen ugye, nem tudom, úgy egy ilyen fekete bárány voltam mondjuk fiatal koromban, hozzáteszem, tettem is érte, hogy az legyek, de ez már megváltozott, és próbálok minél profiban gondolkodni, mindent alárendelni annak érdekében, hogy a csapatot segítsem, és hogy minél jobb játékkal tudjam szórakoztatni a közönséget, mert a napnak a végén az a legfontosabb, hogy ők jól érezzék magukat, hiszen fizetnek azért, hogy láthassanak minket játszani. Nagy Gergőre magyar válogatott meccsek, még a többiekre egy kis pihenő vár a következő napokban.
ami pedig az ünneplést illeti. Reméljük, hamarosan újabb bajnokoknak örülhet majd a Groupama Arena publikuma.